Dunaújvárosi Verebélyi úti erőműben vagyunk, ami jelenleg Dunaújvárosban egyedülként szolgáltat távhőt és melegvizet. A másik két erőmű, a béketéri, az építőkúti nem működik. A DVG kezelésében vannak, átvették őket. A DVG ZRT per pillanat nem csinál semmit ebben a két erőműben. Nem szolgáltatnak, hőt nem termelnek. Körülbelül egy hete történt, hogy a villamosrendszerbe próbáltak beavatkozni. Annak a városban lehetett látni az eredményét. Egy szép hosszú áramszünet következett be. Minden olyan vádat, minden olyan nyilatkozatot visszautasítunk, amiben az szerepel, hogy a DVCH Kft. Ártani szeretne a városnak. Nincs így, olyan ilyen nincs így, hogy erőnket megfeszítve kollégák azon dolgoznak, hogy a jelen állapotban is a távhőszolgáltatás és a melegvízellátás zavartala legyen. A béketéri gázégőkkel kapcsolatban elhangzott vádakra is szeretnék reagálni. A béketéren egy beszabályzás szerviz történt, amikor egy gázömlés miatt a beszabályzó szakcég leállította a beszabályzást. Hogy ezt gyorsan be tudjuk fejezni és a gázömlést megszüntetni, át kellett szállítani a Verebélyi útra az égőket. Eközben jött hozzánk, vagy eközben foglalta a DVG a kazánházat, és ennek a befejezése nem tudott megtörténni. Amennyiben ez nem következett volna be, már napokkal ezelőtt működőképes lehetett volna az erőmű. A béketéri erőműben nem csak az égők problémák. Ha az égők visszakerülnének, akkor sem lehetne rákapcsolni a távhőhálózatra, mert a DVG ZRT három hete nem hozza rendbe azt a 400-as vezetéket, amivel rákapcsolódik a városra. A DVCH Kft. Ezeket a problémákat a múltban is nagyon gyorsan megoldotta, most sem lett volna másképp. Ugyanakkor szeretném elmondani, hogy amennyiben a DVG ZRT-nek bármilyen műszaki segítségre, bármilyen tanácsadás szüksége van, természetesen mi állunk rendelkezésre. A tulajdonosok úgy gondolják, hogy első a város, a távhőellátás és a melegvízellátás. Bármiben állunk rendelkezésre, nem szükséges messziről hozni drága szakembereket. Dunaújvárosban is rendelkezésre állnak ezek a szakemberek. Addig, amíg nagyobb hideg nem következik be, a város ellátása nincsen veszélyben. Abban az esetben, ha ez az erőmű is átvételre kerül, megtámadják, elviszik, bármi történik vele, mi ezt már nem tudjuk garantálni. Per pillanat a városnak azért van távhője, azért van melegvize, mert ez az erőmű működik, és a kollégáim fenntartják a szükséges szolgáltatást.